ismerték ezt a nagyon bonyolult dalt, énekelték velünk, közben ránézek, Miri és Lizi, sziasztok, Fifi és Cili, Eliott is itt van, közben olvasok mindent, Aliszka is itt van, Emilynek is nagyon tetszik a kalapod, Flóraék is itt vannak, Viktor is itt van, Hanna és Dorka, erről szól egyébként egy élő, hogy beolvasom a gyerekeknek a nevét, vadonka most szokik bele a hangol élő műsorba, és hát kedden is mondom, fantasztikusak voltak, szóval Hanna és Dorka, good evening, pontosan, na akkor elénekeltük a good evening-et, és hát, Dava, mit csinálsz? Dava ott közben. What was that? Hippies, very sleepy. Hogy is mutattuk kedden, fiúk? Az az, sleepy. Mutassa szépen mindenki otthon, sleepy. Dave, lehet a horkolás mellett szépen. Dave, olyan aláfestő zenéket csinált a állathangok utánzásra, hogy ő le... Még egyszer? Sleepy. So hippies, sleepy, so we have to do some exercise. Na akkor most... figyeljetek, ezt nem a kalappal, nem gyakoroltam. So, hippies on my head! Na gyorsan álljatok föl, kinek hol a feje? Itt a fejed. Head. Head. Ja, hogy most a Dava nem tudja mutatni a fejét, mert zongorázik, hát igen, ez logikus. Head, shoulders, knees and toes. Nem tudok teljesen oda lemenni, nem azért, mert nem jó a derekam, hanem a kamera, vagy mi ez a mikrofonba, szintbe kell lennem. Szóval, head, shoulders, knees and toes. Közben nézem, ha végre nekünk is sikerült. Ó, a nagyszülők is itt vannak, csodálatos. Na most akkor hipit egy kicsit, leteszem mögém. Jaj, tehogy is, padokkának ráraktam a kottájára. Hova rakjam? Szegényt oda leteszem. Na akkor kezdhetjük, kérem a hangot. Nem, ez magas. Ez magas. Ez magas. Head, shoulders. Nem, jó lesz. Na akkor kezdjük, figyelj! Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Csak mutogatok. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Kicsit? Tényleg? Rakjam fel a fűtést? Nem kell. Dave egy kigyullad jobbra, balra meg valóka megfagy, én meg majd... Vadonka, neked is kell táncolni, jó. És akkor majd... Hát ez a baj, hogy a gitárra lehet, hogy Anna és Adél is itt vannak, szuper, nagyon jó. Na, én közben iszom egy kortyot, és hát... na. Rózsaszín kulacs. Abszolút kihagyhatatlan. Szóval, van itt nekem egy kis kellékem. Nézzétek csak, ki van itt! Na, nem tudom, hogy ezt fog hallatni, hogy ezt benyomom. Na, figyeljetek! Ha? Csodálatos, megmutatom még egyszer.
Ho-ho-ho, Merry Christmas! Hát itt van velünk ez a kis Mikulás, és hát az online órákon már elég sokat énekeltünk vele, és arra gondoltam, hogy főleg amíg a gyerekek még itt vagytok, és még aktívak vagytok, ezért közösen fogunk énekelni egy dalt, melyiket? Ja, Hullapelyhes fehér hód, mert hát ugye december 6-án nálunk már jött a télapó, de az anglosász gyerekeknél a télapó hozza ugye az ajándékokat karácsonyra, Santa Claus is coming to town, ugye ezt a dalt is fogjuk énekelni, de most szeretném, hogyha magyarul énekelnénk ennek a kis Mikulásnak, mert hogy hát ő csak az angol dalokat ismeri, ezért arra gondoltam, hogy a Hullapelyhes fehér hód most el fogjuk énekelni, ma úgyis ki fog maradni a Twinkle Twinkle Little Star, ma nem fogom énekelni, de hát ez gyakorlatilag ugyanaz a dallam, közben nézem, hogy ó, Helgi, azt üzenét, szia apa! Na, azt nézem, hogy kik vagytok. Mikulás, azaz Dorci és Kornélis, itt vagytok, Anna, Adél, próbálok mindenkit, Hanna, Dorottya, azaz, próbálok mindenkit beolvasni. Szóval akkor most együtt énekeljük a Hullapelyhes fehér hót. Ervin és Andris is itt van, 105-en vagyunk élőben. Aztán. Ilyen romantikusabb feldolgozása volt a Hullapelyhesnek. Oh, de szeretjük azért. De ami valami régen, ugye hát babakorunk óta, két hónaposan zongorával születtünk. Szóval gyerekkorunk óta együtt zenélünk. Vadom is becsatlakozott egy olyan, hány évesek voltunk? 16-17, és hát rengeteg időt zenéltünk együtt, és nagyon jókat szórakoztunk. Ez alapvetően azért is jött létre ez a koncert, mert mi nagyon szeretünk együtt zenélni, és gondoltunk, hogy bevonunk néhány embert, tehát nem gondoltuk, hogy ilyen sokan leszünk, de reméljük, hogy ti is úgy élvezitek, ahogy mi. Unokatesó is itt van, Emese, szép a kalapom, Ildikó írja, bocsánat, közben kommenteket írok, Hanna, Noel, Lindának és Diának is nagyon tetszik a műsor, csodálatos, egész család nézi, és eltűntek a trollok, a karácsonynak a... Nyomogattam egy csomó mindent. Ja, de azt hittem, hogy a karácsonynak a gyönyörű csodája, de nem a csoda volt, hanem a Dave kiirtotta a trollokat, ezért most már Svédországból megy a live, megőrülök, fantasztikus, nagyon jó. Na hát akkor volt egy kis Hullapelyhes, akkor jöhet a kis karácsony, vagy azt nem? Kis karácsony... Davidnak szeretek ilyen feladatokat adni, vadon meg bármit lejátszik, tehát... Akkor a
kis karácsony, nagy karácsony még a gyerekek miatt, mert hát biztos, hogy ismeritek, mert ugye ígértem magyar dalokat is, és hát abból azért annyira sokat én nem szoktam énekelni, de akkor jöjjön a kis karácsony, nagy karácsony, lett volna itt egy karácsonyfa, de nem fért el. Ja, de várjátok, van karácsonyfa, hát a fejemen, szóval akkor énekeljük el a kis karácsony, nagy karácsony. Ez most már egy hippit is visszaveszem, mert szegénykémet ledobtam a földre. Csíkszeredából üdvözlünk Krisztával, nagyon tetszik neki a kalapon. Mondom, ez a kalap zseniális, le akartátok szavazni, itt van a kalap, le se veszem a végéig. Na figyeljetek! Velünk. Ezt a dalt biztos, hogy ismertétek. Na most egy kicsikét szép első, ne, szöveg. Heg, azt mondja a szöveg, Hegi. Nem volt jó a szöveg? Na az a helyzet, hogy... Itt egy szép könyv, itt egy labda. Itt egy szép könyv. Ott egy labda. Jó, ott egy labda. Az a helyzet, hogy én ezt vállalom, én szövegben borzasztó vagyok, tehát nem hogy borzasztó, azt életlem, ami éppen eszembe jut, és ez nem biztos, hogy, hogy hűen leköveti az eredeti szöveget. Egyébként a hangoldalokkal nem, tehát amiket én írtam, azt általában jól szoktam énekelni. Papíron énekel. Nem, azt tudom fejből, de ezek szerint még egy kis karácsonyt is képes vagyok átírni. Hát, ez az én, nem is tudom micsodám. Extrám. Egyszer képes voltam elénekelni egy énekvizsgán, egy Edith Piaf dalt egyetlen egy verszakkal. Emlékszel? És az volt a rém, hogy probléme, hatalmas vigyorra végig énekeltem. Dave ugye tudta a szöveget, ezért ott szakadt a háttérbe, hogy ez hogy sikerült. De olyan nagy elállal énekeltem, hogy nem, a többiek, akik nem ismerték a szöveget, azoknak nem tűnt föl. Szóval ezzel a kis fűszerrel fog tovább menni a koncert, mert nem mindig lesz jó a szöveg, pedig egyébként itt van előttem nagy része. Helginek is tetszik a kalap, fantasztikus. Sex appeal, a Helgi segít. Helgi, a kedves sógornő. De a felesége segít nekem, hogy kicsit a szövegezésem. Na, hát akkor... Nem tudom, hányan láttátok az idei karácsonyi klipünket, ami nem a hangol klipje, én csak bele csúsztam ebbe a projektbe, mert a drága bátyámnak a projektje is a Vadoné. Igen, vagy te is belecsúsztál? Én is belecsúsztam. A Vadon is belecsúszott ebbe a projektbe, és hát belinkeltem egyébként az esemény alatt, ott meg tudjátok nézni, mert ugye a Dave, mit csinált, áthangszerelted? Hát hangszerelt egy régi dalt, én nem ismertem, sikeresen a szövegét is abban a 5 percben, amikor fel kellett énekelnem, tökéletesen sikerült abszolválnom. És hát ez a dal, mit is mondott a Liszka, hogy angol néni
mit Jézuskát énekel? Azt hiszem, annyira cuki volt. És Máté is itt van. Azt írja, sokan ön befejeztem, nyugi. Szóval most ezt a dalt fogjuk nektek elénekelni. I heard the bells on Christmas Day. És hát ezt még egyébként élőben együtt nem énekeltük. Szerintem le fogom tenni a télapót. Vagy hova tegyem, ahol látszik. Ide? Ja, nem, egy csúszásban van az élő. Tehát ott marad? Az a baj, hogy ő egy kicsit így már lehet, hogy meglékelte a puncsos üveget, és ő már dőlöngél, szóval ő lehet, hogy itt le fog dőlni. Bendegúznak a Star Wars pulcsi, tetszik? Ennyi. Kalap! Szakálladat jobban ki kéne mutatni. Ez nagyon el vagy dugva. Vadonon is eszméletlen jobban, mert rajtad még vannak ilyen égők is. Igen. Csodálatos. Csak az, hogy fázol, mi? Na hát akkor, hát lehet, hogy azért hippit most lett, hippis odafér? Hippit rakd rá, de egy látszik egyáltalán? Látszik. Nem biztos, hogy látszik. Én látom. De olyan furi nincs a kezembe, kapod vissza. Na hát akkor, ez ugye egy kicsit komolyabb dal, de fogadjátok szeretettel a mi kis közös karácsonyi klipünket, I heard the bells on Christmas Day. Nagyon-nagyon tetszik, nem azért, mert én éneklek rajta, hanem egyszerűen tetszik a hangulata. Tök egyszerű, tök jó, így annyira jó volt így a kocsiban ezt hallgatni, így akár a gyerekekkel is, szóval remélem, igaz, nincs benne hippi, ami egyébként nem szép dolog, csúnya dolog, ahogy a Bamban mondaná, nagyon csúnya dolog. Az első világháború alatt írodott. Az első világháború alatt írodott, amikor hippi még nem volt? Előtte, jó. És ez hogyan hippihez? Akkor nem volt hippi.
Akkor még nem volt hippi, tehát nem lehetett benne. Mondjuk mi is benne voltunk, és mi sem világháború előttiek vagyunk. Én mondjuk nem, mert... Nem hoztam el. Ja, ez az én hibám. Na, szóval, ugye látjátok testvérek között, ti is tesók, sokan vagytok, ugye néztek, biztos ti is mindig nagyon egyhang, vagy mi egyetértésben vagytok, és sose vitatkoztak. Mi sose vitatkoztunk, ugye, de már soha. Na, szóval, azt mondja, hogy ugye ez volt I heard the bells on Christmas Day. Egyébként, ugye a pulóver az mindenki rajta volt, és ott is volt az én fejemben is sapka, csak úgy néztem ki, mint a reszkessetek betörőkből az a színész, aki nem került be a műsorba, mert annyira ijesztő volt, hogy gondoltak, ez gyerekeknek nem mutogatja. Ezért meg gondoltam, hogy a gyerekeknek is megosztom, ezért azt a sapkát leszavaztuk, mert akkor nem volt nálam. Ezek, ha lett volna ez a sapka, milyen jól mutatott volna rajta, vagy jövőre, a jövő évben ez a sapka lesz a fejemen a közös projektünk. De vadonra is raktam egy sapkát, csak levette, de majd lesz egy pont, amikor fölrakjuk. Na, hát a következő dal. Katika, remélem nézed. Csondor Kata dala az Add tovább. Nekem hatalmas kedvencem. Az a helyzet, és hippit tényleg lerakom, mert most már nem jó itt a kezem, mert ízzed a kezem. Szóval ugye minden évben szoktam karácsonyi koncertet csinálni, még a hangol előtt a felnőtteknek csináltam. És meghívtam a barátaimat, ismerőseimet, és szerintem elég jól el voltunk, nem? Tehát, hogy így mindenki iszogatott, eszegetett, én meg énekeltem és beszéltem, borzalmasan keveset tudok beszélni, szóval sajnos eléggé sokat hallgattunk, mármint ti engem. De hát megpróbáltuk elénekelni Csondor Katának az Add tovább című dalát, ez volt életemben először, amikor megpróbáltam elénekelni, képtelen voltam, nem találtam meg a hangot. Tehát a bátyám odajött hozzám, megadta a hangot, és mire visszaült a székhez, én elvesztettem a hangot. Máté elkezdett játszani, hívesen Máté, remélem nézel minket, Buzi, ő az, aki hangszerelte a Hippie Hörei albumot, és csodálatos zenéket csinált. Geri, remélem te is nézed, aki írtad az összes dalt. Szóval, mire visszaért a dalba a székhez, addig én elfelejtettem a hangnemet, sírtunk a rögéstől, és körülbelül 3 sort tudtam belőle énekelni. Hát azóta megtanultam, és egy nagyon nagy kedvencem, a gyerekeknek is szoktam énekelni, a szövegét össze-vissza keverem, de most itt van előttem, és megpróbáljuk elénekelni a nagy kedvencemet, Csondor Kata, Add tovább! Remélem hallottok. Minden percben nevet rád, tud
Hát remélem tetszett nektek. Igen, szóval, hogy hát ennél azért többen szoktunk lenni, amikor zenélünk. Most üdvözöljük innen a távolból Lujót is, és Andort is, akivel együtt, hát egyáltalán néztek minket, akivel együtt zenéltünk, és nagyon hiányolunk egy technikust is. Marci, hol vagy? De az a helyzet, hogy itt a járványhelyzet miatt így háromra redukáltuk, ezért a Dave a teljes technikát viszi a zongora mellett, szóval... Ezért a dobot is egy karácsonyi Manó játsza a messziből. De ez most ilyen, ennek is örülünk, hogy legalább ezt össze tudtuk nektek hozni, szóval nézzetek el, hogyha nem teljesen tökéletes hangzik minden. Azt mondja Helgi, hogy szép volt. Na, azt mondja a feleséged, hogy szép volt, akkor reméljük, hogy szép volt és lehetett hallani rendesen. A következő dal, most hogyha a gyerekeket hívjátok vissza, mert lehet, hogy közben most elaludtak az attovával, szóval ez a helyzet, hogy nem foghatom meg a csörgőmet. Most dobbantok egyet. De a fejes csörgődet, igen. Micsoda? A fejes csörgőmet. A Rudolfot. A Rudolfot? Hát rakjam föl Rudolfot még nem, erre? A kezedbe. Ja, hogy fogjam a kezembe. Tudsz volna csörgőmet. Aha, na az a helyzet, hogy nekem van egy ilyen fejfedőm is. Ja, csúszik a izé, nem tökéletes a... Igen? Tehát, hogy itt van ez a fejfedőm is, de ezt nem fogom fölvenni, mert hogy... Ez nem, hogy be fog csörögni, nem? Jó, csak megmutattam. Mert hogy ugye most fogjuk elénekelni a Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All The Way. Szóval a gyerekeknek adjatok a kezébe valami nagyon zajos dolgot. Tudom, hogy ilyenkor szerettek. Amikor nincsenek itt az enyémek, akkor szeretek ilyeneket mondani. Szóval valami nagyon zajos dolgot, és együtt elzajongjuk az egyik kedvenc dalt. A gyerekek körében is a Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All The Way. Ez egy rénszarvas, igen, csak inkább a karácsonyfa marad a fejemen, és a rénszarvas csak így a kezembe. Az igen. Na, énekeljünk, már gyerekek elalszanak. Jaj, azért rakunk el ez is szöveget. Kétszer ugyanazt fogom énekelni. Lehet táncolni is. Jingle bells, jingle bells.
csinálni, hogy online van mindenki, nem? Tehát, hogy nincsen reakció. Reméljük, hogy tetszett nektek, de azért mi így jól voltunk. Szóval ez volt a Jingle Bell. Helgi majd írja, hogy mennyire volt zavaró a csörgés. Szóval a következő, hűha, 3-5 hét van, azt hiszem, hogy mindjárt mennek a gyerekek aludni. Akkor még 3 dalunk van, méghozzá a Christmas Song. Na ez az a dal, ami, hát ez nem egy egyszerű dal. Ehhez kell neked a kotta állványom, ugye? Na, hát akkor ez kell a kotta állvány, akkor addig elrakom az élőt ide le. Igen. Szuper, és a Davinak oda kell adnom a kotta állványt. Tessék. Addig beszélek, amíg a Dave kirakja a kotta állványt. Oh! Leesett az élő. Leestetek. Ugyan már. Jól van. Szóval a következő dal, ez egy nagyon nagy kedvenc, The Christmas Song, Chestnut Roasting on an Open Fire. Ez az, amit én egy picit máshogy életlem, hogy oda bejátsza. Reméljük, hogy összepasszol majd a kettő. Ez tipikusan az a dal, amikor így hallgatod a kocsiban, ha hazajössz, bekapcsolod a fényeket, iszod a finom karácsonyi teát, semmi mást. És élvezed ezt a bensőséges karácsonyváró adventi heteket. Hát én is így jártam ma reggel, amikor énekeltem és készültem a mai koncertre, majd sajnos neki mentem valakinek hátulról és összezúztam a kocsiját. Ezennel is nagyon sajnálom, mert nem figyeltem. De egy annyira kedves, aranyos hölgy volt, egy színésznő egyébként, nem mondom, hogy ki volt, de ti is ismeritek. Annyira leblokkoltam, hogy nem ismertem föl, csak a kocsiban, amikor rájöttem, hogy hát nagyon sokszor hallottam már a hangját. Szegénynek neki mentem hátulról, de nem lett senkinek semmi baja. És pont ezzel gondolkodom, hogy miért ma történik ez, amikor készülök így lélekben, meg mindenhogy erre a mai koncertre. És annyira kedves volt, hogy még ő nyugtatott engem, hogy semmi gond, karácsony van, már fáradtak vagyunk. Szóval próbáltam hangolódni, amikor is ilyen történt, de hát hál' Istennek senkinek nem lett semmi baja, csak a kocsink egy kicsit bánta a végét. De alapvetően pozitívan jöttünk ki belőle, mert annyira kedves volt, és tök jó tanulás volt, hogy én biztos, hogy leüvöltöttem volna a fejét az ő helyében, mert ugye én nem figyeltem, ő meg nem. Tehát így is lehet, hát igen, hogy van ez a... Ki tanul voltál? A jó pap. Hát még én. Na, akkor Melinda Cook is nézi. Hát akkor kezdődjön a Chestnut Roasting on an Open Fire, és próbáljátok majd egy kicsit hangolódni a karácsonyra. Every mother's child is gonna see.
kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to lassítani. Igen, a karácsonyi Manu, aki dobol, ő nem tud lassítani. Én meg lassítottam, de ő meg nem. Én ezt nem hallottam, mert nagyon énekeltem. De a karácsonyi Manu hallotta és a bátyám is, és gondolom ti is. Szóval ez most ilyen lett, hogy a karácsonyi Manu, amikor majd a Matyi lesz, vagy az Anti, akkor majd fog meg lassítani. Most így lassítatunk. Visszakérhetem a... Igen. Szóval ez volt a... Ohoho! Hát, és igen, ez volt az utolsó ilyen lassabb karácsonyi dal, és hát most szeretném elénekelni, hogy egy kicsit a hangolban is maradjunk, az egyik nagy kedvenc dalt, Kis Gergő írta erre a fantasztikus dallamot, én meg a szöveget, Máté pedig egy zseniális zenei háttér biztosított hozzá. A Little Ant, Kis Hangya című dalt fogjuk gyerekek elénekelni, amit szerintem a felnőttek is szeretek, pardon. Annyit hallgatja. De szerintem a felnőttek is szokták szeretni. Igaz, most már szülőktől azt hallgatom, hogy mikor jön már az új album, mert tehát egy icipicikét így durva, hogy így napi szinten hallgatják a gyerekek. Szóval, ja, visszahozom itt a... Nézzük csak. Igen, visszahoztam ide a kommenteket. Ez aztán nagyon szép. És hiányolják a fiúkat. Ó, hát igen, 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 a fiúk... Csoda, szép volt. Jaj, de cuki vagy, Kati. Na, örülünk neki, hogy akkor ez így csak átment hangilag is. A fiúk fönt vannak, őszintén szólva, kihidottuk őket, igen. Volt is hiszti belőle. Be is mondták, hogy ők nem hajlandók tévébe ezt nézni, hogyha nem lehetnek itt. Az a helyzet, hogy annyira sok kábelt rakott ide a fiúk nagybátyja, Lave és Vadon, hogy úgy döntöttünk, hogy a fiúk itt borzasztóan jól éreznék magukat, és... mi viszont lehet, hogy agyvérzést kapnánk, és ezért úgy döntöttünk, hogy ma nem lehetnek itt. De ígérem, hogy majd csinálunk olyat is, amikor egy élő koncertnél, hogy így ezek mind el vannak dugva, és akkor ők itt örjöngenek. Tudom, hogy szoktátok szeretni, amikor én tehát így nehezen, de azért tűröm élőben az ő műsorukat. De most úgy gondoltuk, hogy jobb, hogyha fókuszálunk csak rátok, és nem ők ugrálnak itt. Little Elf, Hegi, nagyon vicces. Szóval where are you, Little Elf? No, ez jó! Ez jó, ez a karácsonyi verziója, hogy a kis Manót keressük, nem pedig a hangyát. Where are you, Little Elf? No one knows where you went. Majdnem egy kicsit nyög, de azért, de szerintem inkább maradunk a hangyánál, mert örüljünk neki, hogy ennyi szöveget meg tudtam tanulni. Szóval akkor a kis hangját fogjuk keresni. Nincs nálam most a buborékfújó, mert nagyon szeretné mindenki, hogyha a buborékfújó így beteríteni a hangszereit. Én már csináltam ilyet kamerába már nyomtam buborékfújót, a legújabb kamerát, amit a férjem vett nekem a karanténra, és beletoltam a buborékot. És amikor elkezdtem fújni, akkor jöttem rá, hogy ezért kapni fogok. De most nem hoztam a buborékfújómat, mert hogy ugye a buborékok között szoktuk keresni a kis hangját, és hát nem szoktuk megtalálni, ezért folyamatosan újra kell a buborékfújót használnunk az órámon, és most megkeressük együtt a kis hangyát. Where are you, little ant? No one knows where you went. Please come back, we miss you all. Little ant, where did you go? A hangol albumnak egy nagyon nagy slágere jöjjön, a little ant. Little land, where did you go?
mondja, nincs a lakásba. Where are you, little lady? De van egy legyünk. Hangyal. Where are you, little lamb? No one knows where you went. Please come back, we miss you all. Little lamb, where did you go? És itt szokatok ugrálni, where are you? Csinálni élő-élőbe, és akkor együtt fogunk erre ugrálni és csápolni, mert a gyerekek nagyon szokták szeretni, és szuperül éneklik is. Szóval ez volt, a nagyszülők hiányolják a fiúkat, hát igen, igen, majd legközelebb. Szóval ez volt a hangol dal a mai karácsonyi koncertről, és hát még egy dal tartogattunk számotokra, ami szintén egy bulis dal. Szóval a gyerekeket mindenféleképpen most hívjátok vissza, mert táncolás, lehet vissza megint a csörgőket, és hol van Santa Claus? Kidőlt. Keresi a hangját, Santa Claus a háttérben, nem találta meg, ezért kikészült. Szóval Santa Claus is coming to town. Hát, biztos Mariah Carey verzióját keresi, de ez nem az lesz. Szóval kezdődjön a mi verziónk. A mi verziónk a szent. Ez az? A Manó beindult a dobbal a háttérbe. Lehet tapsolni. Ja, bármikor kezdhetem. Nice. Santa Claus is coming to town.
tudjuk, hogy hányszor beszéltük meg, hogy egy kört fogunk csinálni, akkor így nézzük egymást meredt szemmel, akkor is tudjuk, hogy mi fog történni, valóka megkövet minket, bármi történjen. Szóval ez volt a Santa Claus is coming to town. Hát lassan elbúcsúzunk Santa Claus-tól és Hippie-től is, mert hogy gyakorlatilag a 40 perces kis koncertet azt most pont egy órával vagy 20 perccel léptük túl. Igen, mert sokat beszélek szerintem, az a baj. Pedig én még akartam volna dalokat, mondta Dave, hogy szerintem amennyit én beszélek, amellett ez tökéletes. Szóval, hát remélem, hogy tudtunk egy kicsi karácsonyt hozni hozzátok így a péntek délutánra, és tudtok egy kicsit, tudom, hogy Flóra barátom imádja, amikor ezzel játszom, de tudtok hangolódni a karácsonyra. Remélem, hogy tetszettek nektek a dalok, és hát igaz, nem élőbe, de hogy azért tudtátok élvezni is ezeket a dalokat, és a közös zenélést, mert jól éreztük magunkat, ugye? Igen, persze, bologatnak. Nagyon örülök, hogy a kalapok is tetszettek, igaz, Vadon nem vette fel az övét, meg a pulcsi is. Szóval, hát nagyon boldog karácsonyt kívánunk nektek, és nagyon boldog új évet, és igaz, ez a karácsony azért egy picit más lesz, de akkor is nagyon kívánom mindenkinek, hogy meg tudja találni a legszebb dolgokat ebben az ünnepben is, és arra gondoljunk, amíg a legfontosabb dolgok, és tudjunk egymásnak nagyon örülni. Szóval nagyon várlak benneteket januárban is, továbbra is a hangol órákon, online, offline, reméljük most már élőben is fogunk tudni találkozni. És hát még egy utolsó dalt szeretnénk nektek énekelni, ugye a gyerekek ilyenkor szoktak szépen lefeküdni, aludni, megfogják az alvókájukat, és elénekeljük együtt a Twinkle Twinkle-t, de most, mivel karácsony van, ezért nem a Twinkle Twinkle-t, hanem a Csendes éjt szeretném nektek először angolul, aztán pedig magyarul elénekelni. Fogadjátok szeretettel akkor az utolsó dalt, a Twinkle, hát csak bemondom, nem a Twinkle Twinkle, hanem a Csendes éjt. Jó mélyre vigyed. Ez volt az? Ja, oké. Okay.
Mindenkinek nagyon boldog karácsonyt kívánunk. Merry Christmas to all of you! Az egész koncert anyaga fent fog maradni a Facebook oldalon, és átrakjuk YouTube-ra is, szóval a YouTube csatornán is meg tudjátok újra nézni, vagy aki lemaradt esetleg. Vigyázzatok magatokra nagyon! Még egyszer kellemes ünnepeket kívánunk mindannyian! Goodbye to all of you!